És szembe fordultak az emberekkel. Fogolj magad, jaj, ne búsa, szárnyáj! Gyerekkorunkban úgy? Igen. A kamerák előtt menjünk, mert azt kamerázza, hogy befelé jönnek. Nem. Az utcán jön le. Jó napot kívánok! Karcagváros önkormányzata a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 13. 3. kerületi aratóverseny és népi ételek főzőverseny című rendezvényünkön. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Borbás Ferenc regnáló jászkun főkapitány, emeritus jászkapitány urat. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Smuta Zsolt emeritus jászkun főkapitányt, emeritus nagykun kapitányt, a zsűri elnökét. Tisztelettel köszöntöm az aratóversenyre benevezett települések jelenlévő polgármestereit, alpolgármestereit, önkormányzati képviselőit. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a jelenlévő regnáló és emeritus jászkapitányokat, kiskun és nagykun kapitányokat. Tisztelettel köszöntöm az arató csapatok tagjait, a főzőversenyre nevezőket, a kísérőket, családtagokat, minden kedves jelenlévőt. Tisztelettel tolmácsolom dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter úr, városunk és térségünk országgyűlési képviselője szívélyes üdvözletét, aki nem tud jelen lenni a mai rendezvényen, de megkért, hogy az ő nevében is nagy szeretettel köszöntsem Önöket. És köszöntöm a kedves televízió nézőket, akik majd a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel rendezvényünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem, hogy rendezvényünk kezdetén énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Felkérem Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét köszöntő beszéde megtartására. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem önöket, külön tisztelettel a kapitány urakat, a városok települések képviselőit és természetesen a versenyzőket. Egy évvel ezelőtt találkoztunk Kiskun Félegyházán, és akkor ígértem, hogy egy remek jó időt rendelünk ide Karcagra, hogy megfelelő módon vendéglátói lehessünk ennek a régi és nagyon értékes rendezvénynek. Tisztelt jelenlévők, örülök, hogy több mint 20 csapat nevezett ebbe a versenybe. Nagyon sokan jöttek a Jászságból, Kiskunságból, Nagymunságból. Ez is mutatja, hogy ez a bizonyos érték, őrzés, ez a magyar lelkekben benne van, és ez így is van rendjén. Hihetetlen nehéz munka manapság is az aratás, és fontos a családok, a nemzet érdekében, és ez mindig így volt, a régmúltban is, csak akkor sokkal nehezebb körülmények között kellett ezt végrehajtani. Most ezeket a régi emlékeket idézzük föl, mint minden évben teszik ezt a csapatok, és én úgy gondolom, hogy ezt örökíteni kell tovább az idők végezetéig, hogy a mindenkori fiatalok lássák, hogy a szent kenyér az milyen úton, módon kerülhet az asztalra, mennyi munkát kell ahhoz elvégezni, hogy a betevő falat az asztalunkra kerülhessen. Tisztelt jelenlévők, nagyon jó házigazdái szeretnénk lenni ennek a versenynek. Én azt szeretném, hogyha mindenki jól érezné magát a mai napon, valóban jó hangulatban telne ez a rendezvény, hasonlóképpen a korábbiakhoz, hiszen én arra is emlékszem, hogy bár tavaly iszonyatosan kínzott bennünket az a hideg szél és az a kemény eső Félegyházán, ettől függetlenül magát a hangulatot nem tudta elrontani. Aki ott volt, az úgy ment haza, hogy élményekkel gazdagodott, boldog volt, örült, hiszen nagyon sok ismerős barát találkozik ilyenkor, az évtizedek során ezek kialakultak, és ezt szeretnénk továbbra is erősíteni. Nyilván van egy verseny része is ennek, és mindenki a legjavát szeretné megmutatni a tudásának, tudományának, de azért mégis arról is szól ez a rendezvény, hogy találkozzunk, barátkozzunk, ismerkedjünk. Ez is egy nagyon fontos szempont, és kívánom, hogy legyen így. Tisztelt jelenlévők, én úgy gondolom, hogy már a csapatok rajtra készen állnak nagy többségében, és nem is lenne célszerű húzni tovább az időt. Nagyon kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást, eredményes versenyzést kívánok mindenkinek. Kérem, érezzék jól magukat, Karcagon vigyék a jó hírünket, hogyha úgy érzik, hogy megérdemeljük. Nagyon kellemes napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni. Megköszönöm Dobos László polgármester úr kedves szavait, és felkérem Borbás Ferenc regnáló Jászkun főkapitány urat, ossza meg velünk gondolatait. Üdvözlök mindenkit, lett légyen az Nagykunságból, Kiskunságból, és mint jó magam a Jászságból. Nagyon örülök annak, hogy ismét összegyűltünk itt, és együtt tudunk örülni. Legyen ez a mai nap a kedélyes beszélgetés, a kis kvaterkázgatás, pálinkaiszogatás és a barátkozás napja. Erre kérek mindenkit, jó versenyzést kívánok! Megköszönöm főkapitány úr gondolatait, és akkor kezdődjék a verseny, a versenyzőknek jó aratást, a zsűrinek pedig jó munkát kívánok. Megköszönöm polgármester úr és Jászkun főkapitány úr közreműködését. Én pedig ismertetem az arató csoportok nevét és a megkapott parcella számot. Szóval 1-es parcellán, a Jászberényi gazdakör a 19-es parcellán, a Jászboldogházi nyugdíjas klub a 22-es parcellán, a Jászszent Andrási aratócsoport a 23-as parcellán, a Karcagi Aranykalász baráti kör a 7-es parcellán, a Kiskun Félegyházi Sejmesért Egyesület pedig a 18-as parcellán fog aratni. A Kisújszállási Városi Nyugdíjas Klub az 1-es parcellán arat, a Kunhegyesi Együtt Csináljuk a 9-es parcellán, Kunszentmártoni Kunszenti Nagykunok a 10-es parcellán,
Jászfényszaru csapata a hatos parcellán. Kedves vendégeim, mielőtt elindult a mai nap, fellapoztam a magyar néprajzi lexikont, hogy milyen vonatkozó bejegyzést találok az aratással kapcsolatban. Azt írja a magyar néprajzi lexikon. A hitvilág más területeihez viszonyítva igen kevés aratáshoz fűződő hiedelem ismert. A sikerest aratás biztosító mágikus eljárások közül a legelterjedtebb a római katolikus vidékeken az volt, hogy húsvétkor a megszentelt étellel futva igyekeztek haza a templomból, aki elsőnek érkezik haza, az végzi majd el a hit szerint leggyorsabban az aratást. A búzaérés kezdetének, valamint az aratás megkezdésének időpontjaihoz több országszerte elterjedt hiedelem fűződik. Általában úgy tartották, hogy vidnapján, június 15-én szakad meg a búza töve, és attól kezdve nem nő, csak érik. De ismeretes volt erre a június 24-e, a Szent Iván napi búzatöve ünnep is. Kenemes alján azt tartották, hogy ha korán van búzavirág, akkor korán lesz aratás is. Az aratás megkezdésével kapcsolatban több tilalom is volt ismeretes. Nem kezdték újholdkor az aratást, és akkor sem, ha halott volt a faluban. Kedden és pénteken sem volt jó a hit szerint megkezdeni, vagy új táblába kezdeni, mert üres volt a búzafeje. Aratás kezdésekor néhol az arató egy búzaszálat kötött a derekára, hogy az ne fájjon. Fájós derekúaknak ajánlom most ezt a népi gyógymódot. A Dunántúlon sok helyen a gazda kezdi meg jelképesen az aratást. Az aratás idején a megmaradt vizet nem szabad a tarlóra kiönteni, mert aki kiönti, az keléses lesz. Az aratás befejezése előtt egy csomó gabonát lábon hagytak az égi madarak számára. Sokszor egy marék kalászt hagytak a tarlón, hogy a jövő esztendőben az ivatar kárt ne tegyen a vetésben. E búzacsomorról Rábagyarmat környékén azt tartották, hogy Szent Péter lovának hagyják abrakul. Ezt írja az aratásról a magyar néprajzi lexikon, és én ezekkel a gondolatokkal jó aratást kívánok mindenkinek, és kellemes időtöltést. Amikor majd itt az aratóversenynek vége lesz, akkor 12 órától benn a nagy sátor alatt a színpadon kulturális programokkal várjuk Önöket. Hanyas számuk van? Kettes. Kettes számmal. A lényeg, hogy ide kigyulladt. Kigyulladt a táma. Úgy jött a fejére. Így jó, hogyha hazad is megy. Kortát, Bátik! Thank you.
A kötözést férfiak végezték, tehát pontosan fordítva, mint a kacsásítás. A kis parcellákon, vagy ott, ahol nem tudták biztosan, hogy a megfelelően műszerűen, hogy a forma. Egyforma vastagok legyenek.
kaszálj, szépen kaszálj. Nem nagyon. Rupa, levágyom! Pedig ebben az évben kevesebb kaszáltam. Pedig olyan szép. Kinek adhatok? A hívőség legyetek egyem a lelketeket, olyan aranyosok vagy. Úgy is a félzés. Mert nem itt az, már lecsak jönnek. Nem tudom, hogy jó rendben, hogy tényleg sem. Csak az azt mondja, hogy neki kipulszik. Hát ezt tetszett el. Hát a szerve maradt a jönnőket. Azt nem nagyon nagy, hogy nem tudom, hogy a szavarménium kanalakra. Sütteményt,
Nekünk is van, egy cipőpucoló volt. A kis sámlin, felhajtó, minimum 6 hónapig benne volt a pólyába, azt mondta, hogy kivált. Ennyit tegyél, aztán majd még kóstolunk, igen. És egy annyit. Igen, azt pedig. Ez régi magyar étel, csak a köles is el van felejtve, meg a hajdina is. És hogy nincs benne paprika? Hát mert ebben nem kell. Ismerték maga szerint 1700-as években a paprikát? Nem valószínű. Na látja. Hát ez sima birkapörkölt alap. Hagyma, fokhagyma, bors. Kész. Ennyi. Meg sok. Hát hosszú lére van főzve, mert a köles felszedi, uh-huh. és felszívja, és akkor ez olyan lesz, mint a rizses hús szaftékú. Uh-huh. Mert nem egy a szőr a sejemmel. Azt hittem, hogy ez bárány. Nem. Paprika bárány volt most ez. Valamikor. Úgy mondta, hogy bárány volt régen. Egyébként a, hát most körülbelül a legjobb korban lehetett, mert hát azt mondják, hogy az a 4-6 év körüli. Csak annyiban különbözik a karcaitól, a pörkölt részek nincsenek. Sőt, nagyon vesztően. Hagyományos birtapörkölt. Kiskunsági módon. Kiskullacházi. Mit tetten estőzni? Birkapörkölt. Na az az igazi. Karcagi? Nem. Kiskullacházi. Kiskullacházi. Én kis... Mi ez? Bodog. Kunsági ablakos. De azt mondja, az asztalra legyen. Ezt lakodalomkor szoktuk általában sütni. Jó. És nagymamámnak a lábaszárát elérte, és akkor szaladtam befele, hogy mamának majdnem eltörte a lábát az ablakos kalács. Na, itt van a gombost, hogy piszkálgatom most itt. Thank you.
Mint ahogy a konferenciában mondta kedves kollégám az Orbánánál, és fogadják szeretettel, stílszerűen, ha már egyszer aratás volt, akkor egy ilyesmi kis csokorral kezdek.